rendszerváltó időben mindenféle nagy mozgások voltak, különféle egyesületek, szervezetek, pártok jöttek létre, és mi pedig tulajdonképpen ennek a mozgásnak egy ilyen lendületében azt gondoltuk, hogy miután úgyis a kultúráért teszünk akkor is, amikor tanítunk, mennyivel szebb lenne az, hogyha ez a kultúra rólunk, meg nekünk is szólna, és képesek volnánk arra, hogy összeálljunk, és tulajdonképpen minél több alkalommal találkozva Bátaszékváros kulturális életében részt tudjunk venni, de inkább elsősorban azt hiszem az iskola kulturális életére gondoltunk mi először, nem a városéra is, hát az csak később lett, hogy a városéba is részt tudtunk venni. 11 énekelni szerető tanárral így alakult meg a bátaszéki pedagógus kórus, és így vezetett az út a siker és az elismerés felé. A jó kezdetet lendületes folytatás követte, amiben nagy szerepe volt Csukor Árpádnak, az alapítók karnagyának. A taglicán megduplázódott, a vegyes kar kitárta kapuit minden énekelni szerető ember előtt. Így kerültek a csapatba a tanárok mellett, többek között a diákok is. Elmentem egy próbára, és nagyon megtetszett maga a közösség is, meg szeretek énekelni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy miért ne, és azóta is itt vagyok. Pedagógusok lévén a vérünkben van az, hogy kapcsolatot építsünk ki, és pozitív, jó kapcsolatokat. Tehát mi könnyítettünk, segítettünk azoknak, akik nem pedagógusként kerültek közénk, hogy ne érezzenek semmiféle különbséget közöttünk, és úgy érzem, ez sikerült. Tudott eddig elérni a csapat. Két arany minősítést ért el, és azt hiszem, hogy büszkék lehetünk a tavaszi, illetve a nyári hangversenyünkre. A tavaszi a Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében volt, a Bárdos hangversenysorozat második koncertjeként, illetve az itt megrendezett, a csodálatos templomunkban megrendezett Bárdos kórus találkozón. Ez egy amatőr kórus, tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy itt az emberek nagy többsége csak az általános iskolában, illetve a középiskolában kapott némi ének oktatást, tehát nincs zenei előképzettsége. Nagyon sok munka kell ahhoz, hogy azt az eredményt, amit mi föl tudunk mutatni, azt így elérhessük. Nincsenek nagyra törő vágyaink, igyekszünk a próbákkal eljutni a következő lépcsőfokig, de azt gondolom, hogy mindig is az volt igazándiból a célja a mi kórusunknak, hogy egy ilyen közösségformáló kis kapocs legyen, és minél szélesebb rétegekkel szerettesse meg a kórusmuzsikát, akár úgy, hogy az együtténeklés örömét is megmutassuk nekik.